én is köszöntök mindenkit itt a helyszínen, illetve az online térben. Hát lehet, hogy nehéz dolgom lesz, mint a Dian már nagyon sok mindent elmondott, úgyhogy próbálom ezeket kiegészíteni. Elsősorban igen, a lejárt típus házakról fogok beszélni, illetve azt, hogy hát típus házakat már ugye 50-es, 60-as, 70-es években is alkalmaztak, használtak. Erről fogok beszélni, hogy ez most jelenleg napjainkban miben más. Illetve magáról a típus házaknak a technológiáról fogok beszélni, ami természetesen nem csak a típus házaknál alkalmazható. Úgyhogy a következő 20 percben ezekről fogok beszélni. Vágjunk is bele. Építő van napjainkban, tehát azért ennyire durva szituációkkal azért itt hon még nem találkoztunk, ezeket az internetről vettük ezeket a fotókat, de a lényeg átjön, hogy mivel is szembesülünk manapság, akár építészként, akár beruházóként, kivitelezőként, hogy egyre inkább letelhetek a jó szakemberek, a jó mérnökök, építészek, gépészek, statikusok, illetve a munkaerő hiány is egy nagyon-nagyon elterjedt kifejezés mostanában. Ugye az azt jelenti, hogy maguk a szakemberek, tehát tényleg a kőművesek, ácsok egész egyszerűen eltűntek az országból, elmentek, elvándoroltak külföldre, illetve a szakmunkás képzés is egyre kevésbé mennek abba a diákok, tehát ez egy csökkenő munkaerő, jó szakmai munkaerőt eredményez. Illetve maga itt az elmúlt években, tényleg itt a 2020-as évektől, ugye jött egy Covid, jött itt sajnos az a háborús helyzet, itt nagyon hamar megmutatta magát az is, hogy maguk az építőanyagoknak az ára beszerzése is nagyon-nagyon ingadozni tud. Tehát a legegyszerűbb termékek is, vagy éppen hiánycikkek voltak a tüzépeken, kótákat kellett adni, hogy akkor ki mennyi építőanyagot kaphat, illetve azt is ugye tapasztaljuk, hogy akár a gázárnak a kitettsége miatt mondjuk a téglának is az ára mennyire el tud mondjuk szállni, szinte hónapról hónapra, illetve más építőanyagok ára is, akár betonacél és a többi. Ugye mi a Leijernél, mi építőanyaggyártással foglalkozunk, Magyarországon most már 86 óta, tehát már több mint 35-6 éve foglalkozunk. Folyamatosan figyeltük mi is a piaci igényeket, hogy éppen milyen építőanyagra van szüksége az építőiparnak, a megrendelőknek, illetve napjainkban azzal a problémával szembesültünk, találkoztunk, hogy nagyon sok befektető, akár legyen társasházi befektető, magánépítető is megkeresett minket, hogy hát ő egy házat szeretné építeni, de hogyan, miként. Természetesen elmondtuk, hogy elsősorban ugye építész kell ezzel kapcsolatban felkeresni, és ilyen megtervezhetni a házakat, és akkor jöttek a válaszok, hogy jó, hát az építész azt mondta, hogy majd 2 év múlva tud vele foglalkozni. Tehát nagyon-nagyon sok érdeklődésünk jött arra, hogy érdeklenő építés, de hogy mégis ez mibe kerül, mit lehetne építeni. És erre találtuk ki mi ezeket a típus házakat, típus terveket, amivel mi természetesen nem az építészek munkát szeretnénk elvenni, hanem kiegészíteni. Tehát ötleteket adni, elsősorban a vevőknek inspirációkat adni a vevőknek, hogy igenis milyen irányba lehet elmozdulni. Azt látjuk egyébként, hogy manapság egyre többen keresnek kisebb épületeket is, tehát itt a négyzetméter árak, a fenntartási költségek miatt is, akár ezek a 60-70 négyzetméteres házak is előtérbe kerülnek, hiszen azt tudják megfizetni, kifizetni az emberek, kifűteni, és ezekre próbáltunk mi is különböző típusokat így ráhúzni. Ezeknek az épületeknek a megtervezésénél, amiket itt fel is soroltunk, ugye a már említett költséghatékonyság, ez ugye maga az építésből, az építés idejének a lerövidítéséből is ered, illetve a későbbi fenntarthatóságból is, illetve maga az, hogy ez a hőérzet, itt ugye előző adásban is ugye elhangzott, ugye, hogy vasbetonból, több szempontból vasbetonból tervezték az épületet. A vasbetonnak megvan egy olyan rossz tulajdonsága, hogy az emberek így összekötik ugye a panelházakat, hogy hú, vasbeton akkor az olyan, mint a panelház, hát azért nagyon nem, tehát rengeteg előnyös tulajdonsága van, amit érdemes és ki is lehet használni. Ugye többek között, hogy az alacsony üzemeltetési költségek is, erre majd még később ki fogok térni, de mint vasbeton termék, egy nagyon jó hőtároló, hőtartó képességű termékről beszélünk,
hiszen a tégla is évek alatt ugye fejlődött, és ugye az volt a gyártóknak az elképzelés, hogy ezt a téglát minél jobban könnyítsük, az a téglában legyen minél több levegő, és akkor jó hőszigetelő lesz. Na most ugye a mostani energetikai normák, igények annyira elszaladtak, hogy gyakorlatilag már szinte egyik tégla is, tehát nem töltött tégla, ő magában nem képes arra, hogy teljesítse akár a 0-24-es előírt értéket, így mindenképpen hőszigeteléssel kell ellátni a házat. Erre majd még itt a későbben ki fogok térni, hogy mit is tud egy ilyen falazat. Ugye a kevesebb élő munkaigény, rövid kivitelezési határidő is, illetve a méretpontosság is afelé megy, hogy az a kevés szakember, aki jelenleg így a piacon rendelkezésre áll, minél pontosabban, gyorsabban tudjon épületeket összeépíteni. Az fontos, hogy ezek nem előre gyártott elemekből készülnek, hanem méretre gyártott és üzemi körülmények között előre gyártott elemekből készülnek. Ezek teljesen pontosak, nem szoktam a Legóval hasonlítgatni, mert ott a Legónál ott nincsenek beszámozva az elemek, hogy melyiket hova kell tenni, ott ki kell találni az adott alkatrész hova való. Itt mi ezeket az elemeket ugye gyártmánytervi szinten teljesen elemekre bontva, beszámozva, olyan biztonsággal tudjuk megtervezni, hogy az az elem az csak és oda legyen jó, és akkor azt a kivételező ne is tehesse máshova. Tehát ezáltal egy nagyon pontos építés érhető el, és nem lesz az, hogy most akkor éppen 5 centivel kisebb, nagyobb az az épület, mert éppen mondjuk a csapózsinort elnézte a köműves, és akkor arrébb került mondjuk egy fal benne. És azért ez sem egy utolsó szempont, illetve az, hogy az állandó minőség is, tehát hogy egy üzemi körülmények között előállított szerkezet azért az egy standard minőséget tud produkálni. Utolsó pontnak, ugye itt bevigyeztettem ide tulajdonságok mellé ugye magát ezt a földrengés biztonságot is, ami manapság ugye sajnos itt előtérbe került itt a törökországi események miatt is. Magyarországon is egyébként most már jó pár év a téglaházakat is vasbeton pillérek, vagy éppen függőleges koszorúk nélkül nem igazán lehet tervezni. És egy ilyen vasbeton szerkezetű épület, ez abszolút földrengés biztosnak mondható, tehát itt plusz merevítésekre, megerősítésekre már nincs szükség. Néhány házat szeretnék bemutatni a dia által is említett 14-ből, illetve itt még nem szerepelnek az említett tervpályázaton nyertes házaink. Ezeket is mi gyártmánytervi szinten kidolgozzuk aprólékosan, hogy ezekből hogyan is lehet akkor konkrét épületeket készíteni. Ezek hamarosan fel fognak kerülni a Leyer honlapjára is, ezek ott megtekinthetőek lesznek. Csak néhány típus a legnépszerűbb házainkból is. Ezek egészen 30 négyzetméter alapterülettől 190 négyzetméter alapterületig terveztük ezeket a házakat. Itt, ahogy már mondtam is korábban, jellemzően a kisebb házakat, tehát maximum ezeket a 60-70 vagy 120 négyzetméteres családi házakat keresik, nappali plusz 3 szobával. Ezek most a legjellemzőbb megkeresések. Természetesen ezek a házak is, ahogy írtuk, csak kompatibilisek, tehát megfelelnek a szükséges előírásoknak, illetve egy nagyon modern megjelenést, illetve élhető belső tereket próbáltunk mi is kitalálni, amikor ezeket a típus házakat rajzoltuk. Nézzük is, hogy egy ilyen típus tervnek a csomagja mit tartalmaz. Amit mondtam is, hogy mi nem a munkát szeretnénk az építészek elől elvenni, hanem segíteni az ő munkáikat, illetve kiegészíteni az ő munkáikat. Tehát, hogyha egy megrendelő, egy magánvevő, vagy akár egy beruházó, aki több házat is építene, ezek mellett a típus házak mellett dönt, akkor ugye kiválasztja a számára szimpatikus típust, vagy típusokat, és ezeknek a terveit mi rendelkezésre tudjuk bocsájtani a vevőnek, illetve az ő általa kiválasztott építésznek. Ezek a tervek azért nagyon nagy százalékban, hányadban áttervezésre kerülnek, a más nem a helyi építési szabályzatok miatt. Tehát mindig vannak olyan előírások, kötöttségek, hogy a nyílászárók, a homlokzati megjelenések, a tetőkialakítás egész egyszerűen nem alkalmas oda, ezeket át kell alakítani, és az általunk készített tervcsomag, amit látható is, építész alaprajzok, építész metszetek, homlokzati rajzokat is, homlokzati terveket, illetve látványterveket is adunk. Emellé csomópontokat is készítünk mellé, tehát olyan, akár itt egy attikafali csomópontot, hogy ezt hogyan lehet körbehőszigetelni, milyen rétegrendeket javasolunk oda, természetesen nem kötelező ezeket alkalmazni, de nekünk van rá egy kidolgozott csomópontunk.
illetve egy egyszerűsített, vagy egyszerűsített leírás is készítünk hozzá, de természetesen ahhoz, hogy ez bejelentésre kész legyen, vagy építési engedélyre kész legyen, ez még az építésznek hozzá kell tenni a saját szakmai munkáját. A típusházaknál egyébként jellemző volt, hogy mondtam is, hogy kaptunk vissza fotókat is elkészült típusházról, és akkor a kolléganőm küldte át nekem, hogy hát Gábor, ez most akkor melyik is, vagy hogyan van, mert kiderült egyébként, hogy pont egy a képen is látható lapostetős házunkra magas tetőt kellett tervezni, és akkor mondtuk, hogy hát igen, egyébként alaprajzilag szerkezetileg ez a lejárt típusház, csak éppen tettek rá egy magas tetőt, ettől ez még egyébként egy nagyon jó alapot adott a vevőnek és az építésznek. Ugye magáról a technológiáról szeretnék most részletesebben beszélni, hogy milyen elemekből állnak össze ezek a típusházak. Ezek vasbeton épületek, vasbeton kérekfalak és vasbeton kérekfödémből készülő házak, illetve az emeletes épületeknél, kétszintes épületeknél előre gyártott lépcsőket is beterveztünk ezekbe az épületekbe. Ezeket most itt részletesen fogom kivesézni, hiszen most erre nincs is ennyi időnk. Itt most főleg a típusházakat érintő termékeket mutatom be. Ez a Leyer Mesterpanel, melyet cégünk már egyébként több mint 25 éve, és egy pontosan 25 éve gyárt már Magyarországon, tehát bízom benne, hogy már azért itt a szakmában tevékenykedő kollégák találkoztak ezzel a rendszerrel. Ami újdonság, hogy ezt a Leyer Mesterpanel födémet mi kiegészítettük, kb. Egy 3 évvel ezelőtt hűtő-fűtővezeték is. Tehát itt is jött az igény, hogy nem lehetne integrálni a hűtő-fűtő rendszert a mi födéménkbe, és mondtuk, hogy persze lehet, miért is ne. Erről részletesebben még fogok beszélni. Illetve amit középen is látható, a Leyer kérekfal, illetve a Leyer klímafal. Ezeket a Leyer kérekfalakat terveztük be a típusházainkba is, de természetesen ezek nem csak a típusházainknál alkalmazhatóak. Ez bármilyen vasbeton szerkezetű épületnél alkalmazható, vagy akár tényleg a tégla kiváltására is alkalmas. Illetve szintén körülbelül 2-3 éve ezt a Leyer klímafalat is bevezettük. Ennek az volt az oka, hogy elsősorban, nem hogy itt a képen is látszódik, nem függőleges szerkezetként, bár erre is volt már példa, hanem ha például egy koporsófödémet, egy 40-45 fokos tetőhajlásszöggel rendelkező vasbeton szerkezetet kell elkészíteni, akkor erre tökéletes megoldás a kérekfalnak, ugye a ferdén, tehát 45 fokban, vagy hát éppen a tetőhajlásszögnek megfelelő szögben beépített változata, és ugye a tetőterekben pláne fontos ugye a megfelelő klimatizáltság, és azáltal, hogy ezekbe a falakba is be tudjuk építeni ezt a hűtő-fűtő rendszert, egy kellemes klímát tudunk elérni ezekben a tetőtéri helységekben is, ezzel növelve a lakásnak, a háznak az értékét, vagy ugye társasháznál akár itt az eladhatóságát is befolyásolhatja ez a hűtő-fűtő rendszer. Erről még itt a későbben még fogok bővenben beszélni, illetve néhány kiegészítő termék, ezeken csak így tényleg gyorsan átfutva. Ezek a tömör erkélemezek, itt az előző előadásban is elhangzott, hogy akár családi házaknál is felmerülhetnek olyan konzolos kiképzések, konzolos kialakítások, erkélyek, ahova akár ez a képen is látható hőhíd megszakító elemmel erkély elemeket is be tudunk építeni, le tudunk gyártani, ezeket teljesen szabad geometriával, szabad formával, akár íves kialakításban is lehet integrálni ezekbe az épületekbe. A Leyer üreges födémünket itt most annyira nem említeném meg, ezt inkább csak ipari felhasználásra javasoljuk oda, tökéletes és nagy fesztávok, nagy felületek lefedésére alkalmas, illetve annak olyan kiegészítő elemeink is, hogy hát láthattuk, hogy akár egyébként egy nyaralóban, egy családi házban is már megjelenhet lift, vannak erre is kész megoldásaink, tehát akár egy liftakna elemet is egészen, igazából magassági korlát nélkül, most jelenleg amik voltak, nekünk is akár ilyen 8-10 emeletes épületeket is szállítottunk el liftakna elemeket, és akkor ezek is kész megoldásra és méret pontosan tudnak készülni, és nem a liftesnek kell utána ezeket még ott a helyszínen különböző a síneket ékelgetni, és különböző megoldásokkal helyreigazítani mondjuk a kivitelezőnek a hibáját. Illetve a Leyer támfal elemek, akár lejtős terepeknél való rézsű kialakításoknál is alkalmasak, ezeket egészen 60 centis magasságtól 3 méteres magasságig gyártjuk. Ezek egyébként valóban erőt gyártott elemek, tehát itt méretbeli kötöttségek vannak, tehát standard elemekről beszélünk. Illetve szintén egy másik standard elemünk, ezek a gépkocsi beálló elemek,
a fotón ez egy szál magába található, természetesen ezt párosával kell elképzelni. Ez mostanában reneszánszát éli ez az elem, ilyen napelemes rendszereket szoktak el telepíteni, és napelemes töltőpontoknál akár rásegítéssel, tehát elektromos hálózat mellett napelemes rásegítéssel és töltőpontokat alakítottak ki, ilyen lejjerkocsibe álló elemekkel. Gyorsan ezen itt szintén csak átfutnék, hogy ahogy maga az elemeknek is a környezettudatossága is, hogy mi a gyártásban is igyekszünk minél több megújuló energiát használni. Maga a cementgyártó beszállítónk is erre törekszik, hogy ő is az energiáit minél inkább megújuló energiaforrásokból biztosítsa, illetve a kivitelezésben is az, hogy maga a kivitelezésen is a helyszínen kevesebb hulladék képződik, nincs annyi, az a rengeteg csomagolanyag, a tégla csomagolása, a habarcsnak a csomagolása, tehát tényleg amikor azt látjuk, hogy a konténerek számra szállítják el a hulladékot az épületről, ehhez képest mi ugye méretre gyártjuk, és csak azokat az elemeket csak olyan méretben szállítjuk az építkezésre, ahogy azt az épület megkívánja, illetve az üzemeltetésben is, amit már említettem, hogy nagyon jó hőtároló, hőtartó képességgel rendelkeznek ezek a vasbeton szerkezetek, ezáltal kellemes klímát lehet bennük elérni, illetve a tűzállóság, illetve itt a földrengés biztonság mellett ugye nagyon-nagyon hosszú élettartamról beszélünk, illetve hogy egy vasbeton épületnek úgymond letelik az élettartama, vagy a tulajdonos úgy dönt, hogy ezt az épületet ő elbontja, akkor gyakorlatilag teljes egészében újra hasznosítható maga a betondarálék, illetve a betonacél különválasztásával ezek az alkotóelemek, ezek a komponensek, ezek újra használhatóak. Mondjuk egy téglafalazatnál ez kevésbé mondható el, egy téglafal bederálás után mondjuk utalapban már nem alkalmazható. Ugye magáról a fal szerkezetről is, ugye arról, hogy mit is tud ez a szerkezet, ugye említettem, hogy erről még fogok részletesebben is beszélni. Összehasonlítva egy 30-as téglafalat és egy 20 cm vastag lejjer kéregfalat, egy 30-as téglafal 14 cm hőszigeteléssel tudja azt az U-értéket, jelen esetben itt például a 0,15-ös U-értéket, mint mondjuk egy kéregfala 20 cm vastag szigeteléssel, és itt akár 5 cm nyereség is elérhető. Ez olyan esetekben fontos, hogyha maga a bruttó és a nettó beépítés nagyon-nagyon ki van centízve, és minél nagyobb eladható teret szeretnénk nyerni. Itt az időrövidsége miatt itt egy példát szeretnék még bemutatni, ezeken itt most átugrok. Ugye magát a lejjer klímafödémet is a típus házainknál is egyre inkább alkalmazzák, melyel egyébként mi tavaly évben Konstruma díjat is kaptunk, így megnyertük fel a Konstruma díjat, mint innovációval. És itt egy konkrét példára ugrok rá, ahol ezeket az elemeket alkalmazták is, a lejjer klímafödémet, a lejjer kéregfalakat. Itt a bal felső sarokban látható az a típus tervünk, az a körös ház, melyet itt kolléganő megtervezett, abból ott a bal alsó sarokban látható az adaptáció, amikor ezt átforgatták a helyi építési igényeknek, meg elvárásoknak megfelelően. Ott a jobb felső sarokban egy építés közbeni állapot látható. Itt látszik az, hogy tényleg nagyon tisztán és gyorsan építhető volt ez a ház. Itt maga a szerkezetépítés egy-két hétnél nem vett több időt igénybe. És a jobb alsó sarokban pedig egy friss fotó látható, és azért is állítottuk így össze a fotókat, hogy ott a jobb alsó, bal alsó fotón, ami látható látványterv, illetve maga a megvalósulásnál, hogy szinte teljes egészében, hogyha kerítést leszámítjuk, akkor teljes egészében az készült el, mint ami a látványterven is szerepel. Itt néhány fotó egyébként magáról a szerkezetépítésről is, tehát ott a jobb oldali fotón is látszódik, hogy egy-egy falat, gyakorlatilag akár egy ilyen 6 méteres, 3x6 méteres falat is egy-egy darú emeléssel be tudtak építeni a kivitelezők a helyükre. Egy-egy ilyen háznál gyakorlatilag 20 pár darab falból meg lehetett oldani az épület szerkezetnek az építését, illetve a födémezése is nagyon gyorsan tudott végbe menni. Még néhány fotó egy másik típus házunkra is, egyébként itt még teljesen kész fotót nem tudok mutatni. Itt is a falazat építéssel egy napot vett igénybe, illetve a födémnek a beépítése, illetve a födémnek is a vasszerelése, az elektromos szerelvényeknek a behelyezése, illetve maga a kibetonozás további egy napot vett igénybe. Tehát egy ilyen földszintes, 150 négyzetméteres alapterületű családi háznak a szerkezetkész állapota egy-két nap alatt elérhető, és ezáltal nagyon gyorsan építhető.
Még zárásként megemlítem, hogy, hogy a szakemberhiányt is említettem, mi szeretnénk ebbe részt venni, és nem csak az oktatásokban, a egyetemi, illetve középiskolai oktatásokban, hanem a saját tanpályánkon is kivitelezőket képezni, ezzel is hozzájárulva az, hogy a szakemberek minél inkább megismerjék ezt a technológiát, illetve kollégáim is, én is állok az építészek, a kivitelezők rendelkezésére, tehát segítünk kiválasztani a megfelelő szerkezeteket. Köszönöm szépen a figyelmet!